Elnök úr, tisztelt ház! Nyugodtan mondhatom, úgyhogy szerdán az egész ország nyomon követte az Európai Parlament vitáját Magyarországról, és abban mindenki meggyőződhetett arról, hogy a miniszterelnök sikeresen védte meg az országot, sikeresen védte meg azt az álláspontot, amelyet a magyar kormány képvisel a migráció ügyében, amelyet a magyar kormány képvisel a kettős határzár ügyében, és mindazokban a kérdésekben, amelyek ott elhangzottak. Azt is láthatta mindenki, hogy a legfontosabb kérdés nevezetesen, hogy a hetes cikke szerinti eljárást Magyarországgal szemben egyáltalán értelmesen meg lehessen fogalmazni és felvetni, ez ott szemmel láthatólag nem kapott többséget, és ez a fajta fenyegetés, bár a szociális és a liberális politikusok azok előszeretettel szokták ezt emlegetni, ennek egészen egyszerűen ma nincsen semmi fajta relevanciája. És hát azt is láthatta mindenki, hogy a magyar parlamentnek a viták intellektuális színvonalát vagy stílusát tekintve semmi szégyenkezni valója nincs. Ott néhány képviselő az úgy nyilatkozott, ami nyugodtan mondhatom, megdöbbentett mindenkit a könyvvégetés emlegetésétől egészen a migránsokkal való embertelen bánásmódig bezárólag. Mi magyarok pontosan tudjuk, hogy ezek szemezedett hazugságok. Annál meghökkentőbb lehetett az, hogy néhány magyar képviselő azon a plenáris ülésen, ahol egyébként az országot kellett volna megvédeni, felháborító módon viselkedtek. Nyugodtan mondhatom, a valamikor jobbsorsa érdemes Balczó képviselőtársunk teljesen érthetetlen és a Jobbik álláspontjának megfelelő se ide, se oda, se ilyen, se olyan álláspontot képviselt, szánalmasan belesodódva Soros György legjobb barátainak társaságába. Ettől a Jobbiktól többet vártunk, ehhez képest a néhány liberális képviselő az Európai Parlamentben szolidabban fogalmazott. És ami a legmegdöbbentőbb volt, az a szocialisták kulcsemberének a nyilatkozata, mert amit az újhelyi képviselőtársunk művelt hazaárulózással, meg kiabálással, az a Verhofstadtnak legjobb mutatványait is alulmúlta mindenfajta szempontból. Jól mutatva azt, hogy egyébként a szocialistáknak még mindig nehezen megy a haza szó értelmezése, és jobban érzik magukat egy ilyen internacionális közegben, jól hazaárulózva és lebunkózva Magyarországot. De még fontosabb az, hogy nem csak ez a támadás, amelyet egyébként méltánytalanul és igaztalanul intéztek Magyarország ellen szenvedett csorbát, hanem az a kísérlet sem jött össze a szociálliberális oldalnak, amely arra tett kísérletet, hogy az Európai Néppártot ossza meg a régió bevált szalámizós taktikának megfelelően, mert az Európai Néppártban természetesen nagyon sokfajta érdeket képviselő politikus van, és velük is számos területen van vitánk, de természetesen az Európai Néppártban se vetődött fel a Fidesz vagy a KDNP kizárása. És az is világossá válhatott mindenki számára, hogy Magyarország pontosan úgy jár el, ahogy az elmúlt időszakban a vitás kérdéseket illetőleg, és hiába emlegették ott fel a képviselők a régi ügyeket, azok jogi értelemben mind lezárultak, mind megnyugtatóan végződtek, hol kompromisszumot kötöttünk, például a bírók nyugdíjazását illetőleg, hol nem fogadtuk el az Európai Unió álláspontját az alkotmány bizonyos kérdéseiben is nekünk lett igazunk, hol egyébként az általuk kifogásolt média törvénypasszusokat megváltoztattuk. Most is ez a leghatározottabb álláspontunk, mind a Soros-féle szervezetek ügyében, mind a Soros által finanszírozott NGO-k ügyében tárgyalnunk kell, és teljesen normális keretek között kell tartani ezt a vitát. Mindig nyitottak vagyunk arra, hogy annak az eljárásnak megfelelően, amiből egyébként a legnagyobb vitákat is sikerült lezárni az Európai Parlamenttel és az Unióval, eljárjunk, és a végén, ha van törvényhozási
feladatunk, azt elvégezzük, ha nincs, akkor megköszönjük a vitát. Minden esetre Magyarországot a miniszterelnök megvédte.